Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Itt vagyunk újra Családőrzők című műsorunkkal, és az újra szó most különösképpen érdekes, hiszen újra együtt van az eredeti csapat. Köszöntöm is őket, Papp Csilla életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátor. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, üdvözletem mindenkinek. És hiányoltuk, sokat hiányoltuk, de most itt van velünk újra Tornyai Gábor, plébános mentálhigiénész szakember. Köszöntünk téged is, szeretettel. Köszönöm, ezért a mondatért megértem már itt lenni. Szerintem, ha bármiről beszélünk ma, én ezt már tudom, hogy hazaviszem magammal. Nehéz témánk van, de nagyon igen. Sokakat érint. Először is mindannyian átesünk ezen az időszakon egyszer, és mindannyiunknak lehet róla bármilyen emléke, hogy akkor mégis hogy érte meg a dolgokat, hogy gondolkodott dolgokról. És hát a szülők is átélik, amikor a gyermekük kamasz. Beszélgettünk erről már az előző adásokban is, és szerintem még sokszor vissza fog jönni, hiszen ezt a korosztályt sok minden érinti, de ahhoz, hogy tudjuk, hogy melyik korosztályról beszélünk, itt már a ti hozzászólásotok, a szakma lenne az érdekes. Tehát mikortól meddig kamasz a gyerek? Most mikor elkezdtem, meg amíg be nem fejezi a kamaszodást, függetlenül attól, hogy hány éves. Ezt nagyon sokféleképpen definiálja a szakma egyébként, és a szakemberek nagyon sok időpontot tűztek ki. Ugye egyre korábbiak az érési folyamatok, tehát régebben azt mondtuk, hogy 15-16 éves kortól indul a kamaszkor, most már 12 éves kortól biztos lehet benne, hogy elindul a kamaszkor. Úgyhogy hol a vége? Hát ez egy érési folyamat kérdése, kinek hol? Van, akinek 18-20 éves korában, van, akinek 25-26 éves korában, és én ismerek olyan 40 évest is, akinek nem sikerült ezt a folyamatot lezárnia. Előfordul az ilyesmi is. Miért olyan nehéz ez az időszak az ember életében? Mármint a kamaszok életében? Igen. Hát azért, mert ugye keresi önmagát a kamasz. Tehát ha belegondolunk abba, hogy milyen biológiai, fiziológiai változásokon megy keresztül testileg egy kamasz, mondjuk 12-től 18 éves koráig, vagy belegondolunk abba, hogy mennyire megváltozik az élete, hogyha mondjuk általános iskolából, középiskolába megy, és ugye nagyon sokan például szakmunkás képzőbe mennek, és nem tanulnak tovább, és már 18 évesen munkába állnak. Tehát, hogy itt egy olyan zanzásított, olyan nagyon gyors változásokkal teli időszakot él meg a kamasz, amiközben önmagát meg kéne találni. Ha még nem vált le, végre le kéne válni anyukáról. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem a kamaszkorban. A másik pedig az, hogy az én identitás keresésében van, tehát a ki vagyok én, mi leszek én, hova tartok, mi a külvilág megítélése rólam, mit gondolnak rólam a barátaim, kik a szüleim. Nagyon sokszor ugye szembe mennek a szülőkkel, látunk olyan példákat, hogy megkérdőjelezi a szüleit. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős érzelmi és változásokkal teli időszak ez. Tehát ezért olyan nehéz, mert hogy gyerekből felnőtté válunk. És ez így van jól igazából, hogy megkérdőjelezi a szülőt. Tehát az a normális. Igen. És amikor itt szülőkkel beszélgetek erről a korosztályról, én mindig azzal biztatom őket, így a pályaszérről nagyon könnyen tudom ezeket mondani, hogy szerintem ez a korszak az, amit túl kell élni. Tehát, hogy nincs, kérdezik, hogy atya, mit csináljak, mit mondjak. Már így büntettem, úgy büntettem, már ilyen kedves voltam, olyan, ez semmi nem használ, semmi nem, túl kell élni. És azt hiszem, hogy talán ez a szülő szempontjából is, azt hiszem, egy nehéz korszak, mert azért egy ilyen önmagát kereső fiatal azért elég rendesen meg tudja mondani a szüleinek is az őrülők alkotott véleményét, és mondjuk egy szülőnek ezt felnőtt módon feldolgoznia sem egy egyszerű dolog. Tehát azért azt is látom, hogy ilyenkor azért a szülőből is kijön a gyerek, és a legjobb. Tehát én kívülről, meg én pályaszéléről nagyon szoktam élvezni, mondjuk ilyen kamasz gyerekes családnál, és akkor apa meg a kisfia összeveszik, vagy anyuka és a kislánya összeveszik, és ők ott úgy egymásnak feszülnek, és nem két felnőttel találkozom, hanem két gyerekkel. Igen. Szóval, hogy sok mindent megtanít a kamaszodó gyerek talán a szülőnek is önmagáról, de hogy azt hiszem, hogy leginkább itt erről van szó, hogy mert hogy önmagát keresi. És hogy itt én azt látom, hogy az a nehézség ebben a korszakban, hogy ez a kamaszodó, növekedő gyerek igazából már nem gyerekként akar magára tekinteni, és ki akar lépni a szülők által biztonságosnak tartott keretekből,
a szülő meg azt kell megtanulnia, hogy ez a gyerek, ez már nem az a kisgyerek, akit óvni, védeni kellett, hanem hogy valamiféle szabadságot adni neki, és ugye ez a kettő, ahogy egymásnak feszül, azt hiszem, hogy ez az, ami ennek az izgalmát tudja adni ennek a korszaknak. Ezzel együtt nem lehet, hogy mégis azért ez egy nagyon veszélyes időszak, mert hogy itt jó részt a jelleme alakul ki a gyereknek, de itt éri a legtöbb külső hatás, és hát sokszor olyan hatás, aminek nem biztos, hogy jó a vége. Gondolok itt sajnos a kábítószer, az ital és egyebek ilyenkor találják meg a gyereket a leggyakrabban, és akkor a szülőnek mégis nagyon oda kell figyelni. Tehát látszólag elengedni, de mégse. Ez azért izgalmas ez a kérdés, mert nem ott dől el. Tehát amikor megérinti a gyereket a külvilágnak mindenféle ingere, akkor ő már azért egy csomó mindennel fel van ám vértezve. Tehát azért úgy lett kamasz, hogy előtte volt 1 éves, 2 éves, 5 éves, 8 éves, 11 éves, stb. És abban az eltelt időszakban azért a családja törődött vele. Tehát ott kapta meg az alapvető értékrendet, ott kapta meg a biztonságot, ott kapta meg az elismertséget, hogy a családnak ő teljes jogú tagja, és ott kapta meg a családi feladatokat is. Ha normálisan működött a család. Ezt ugye feltételezzük. Nagyon izgalmas ez a dolog, mert most éppen két dolog is jut eszembe így nagy hirtelen. Az egyik anyukának most ment a gyereke középiskolába, bevonult a kollégiumba. Az ő féltve őrzött kicsi lánya, és most egyszerre csak kollégista lett. És úgy fogalmazza meg a szülő, hogy elvesztettem a gyerekemet. És potyog a könnye, és úgy magamhoz ölelgetem, és csak mondom neki, hogy ez így van jól. Hát felnőtté kell válnia. Na, akkor őt megnyugtatom. Eltelik egy óra, másfél, mit tudom én. Jön egy apuka. Hát ő nem bírja tovább. Hát ez egyszerűen nem. Én azt mondtam neki, figyelj, mindent megkapsz, amit pénzzel meg lehet fizetni, de engem hagyjál békén most, nem érek, én nem bírom ezt. És akkor elmondtam neki, hogy te figyelj, tudod, milyen szerencsés vagy? Veled szóba áll a gyereked. És megtanulta, hogy melletted biztonságban van. Hát kiberúgjon, akit szeret, mert azt fog nekem megbocsájtani. Érted? Rúgni muszáj. Mert a felnőtt annyira, vagy a felnövekvő gyerek, a kamasz gyerek annyira tele van feszültséggel, hogyha ezt nem pakolja ki valamilyen agresszióban, nem jelenik meg, vagy magát betegíti meg, vagy a környezetébe fog ez előkerülni. Tehát mondtam apukának, hogy legyél magadra nagyon büszke, és bizony veregesd meg a kis vállacskádat, hogy nagyon jól csinálod a dolgodat, mert anyával nincs gondja, hogy veled van. Na hát veled bizalmas is. És akkor mondta, hogy ez így van. Én azt gondolom, hogy amit a Kate felhoztál példaként, hogy a kamaszok milyen agresszívek tudnak lenni, akár egymással szemben, vagy milyen nehéz, mennyi minden veszi őket körül, de hogy, és csak ehhez akarok én is csatlakozni, én azt gondolom, hogy ez nem a kamaszkor sajátossága maximum, esetleg felnagyítódik, vagy jobban látjuk, tehát, hogy már egy óvodás korú gyerekre pont, ugyanúgy ott vannak ezek a hatások, amik körülveszik őt, hogy mit lát a tévében, mit kezd a médiumokkal, a csoporton belül őnek hogyan tud elhelyezkedni, és hogyan tud működni, hiszen ott is fejlődik és alakul. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hogy embernek a fejlődésére nézünk, akkor mi most ugye kiemeltünk egy ilyen kis életszakaszt, hogy azt mondjuk, hogy a kamaszkorra fókuszálunk, de csak ezekre akarok így ráerősíteni, hogy nem szabad elfelejtünk, hogy nincs olyan, hogy vegy tiszta ember, vagy vegy tiszta élet, hanem hogy egy folyamatos fejlődés és növekedés van. És hogy az, hogy ő mivé alakul, meg hogy hogyan reagál, mit tart értéknek, mit nem tart értéknek, abban benne vannak kicsikorától kezdve a szülei, a családja, a baráti köre, a közeg, amiben belenőtt, ahogy felnőtt, tehát hogy nem létezünk vegy tisztán. És azt hiszem, hogy ez a kamaszkori önmaga keresésben ott ez a fajta nehézség van, hogy ebből is ki akar szakadni, de ugye akkor mégsem tud teljesen kiszakadni, vagy föl akar lázadni, de mégsem tud teljesen elszakadni mindattól, amit őt körülvette. Vagy próbál nagyon markánsan a szüleitől kapott mondjuk értékrend ellen fordul, mert hogy önmaga akar lenni. De hogy ezek ellen még nem tudom, hogy tudunk-e egyáltalán bármit is tenni, vagy tudnak-e bármit is tenni a szülők. Ugye a kamaszkornak az is egy sajátossága, hogy való a szülőről leválik a gyerek, és keres magának egyéb mintákat, amihez ő tud alkalmazkodni. Az ideális és jó eset, hogy talál magának egy olyan felnőttet, akiben ő meg tud bízni, és akkor példakép tud lenni számára, vagy talál egy olyan kortárs csoportot, ahol ez szintén működik. Szerintem a ma világának talán a nehézsége az, hogy átmentünk ugye
mi itt ilyen, hogy is vagyunk, talán Y generációk vagyunk, és ez a digitális világ azért mi eszközként éljük meg, de hogy ugye ez is egy izgalmas kérdés, hogy mondjuk ők benszülöttként hogyan élik meg a digitális kamaszkorukat. Ez egy másik fajta világ, amiben nem biztos, hogy pontosan azok a szabályok működnek, ez bennem úgy kérdésként működik. Hát egészen biztos, hogy nem ugyanazok a szabályok működnek, de a lényeg az, én azt gondolom, hogy ettől függetlenül, hogy digitális világ, vagy digitális benszülött, vagy a korábbi korosztályokat nézed, hogy a kommunikációt hogyan tartják fent. Tehát nem kamaszkorban fog kicsúcsosodni egy óriási nagy probléma halmaz, mert a folyamatos változás az mindig hozta a feladatokat, mindig hozta az élethelyzeteket, mindig meg kellett valahogy oldani. A kamaszkorban az a nehéz, hogy az eddigi kicsi gyerekem megbeszéltem, elmondtam, igen anyu, igen apu, megértette, kicsit ágált vagy nem ágált, de mentünk tovább. Na, itt most ilyen nincs. Meghallgat a kamasz, ez a dolog, ez így nem működik, ezt máshogy kell. Hoz egy problémát, ha megint elmondasz neki valamilyen ötletet, ez se jó megoldás, megint elmondasz, ez se jó, és akkor elvonul, hogy anyám meg apám ma semmire se jó. Érted? Tehát, ha fenn is marad a párbeszéd, de a gyerek ki fogja nyilvánítani, hogy te már nem tudsz nekem olyat adni, ami maradéktalanul meg lefedi azt, ami az én igényem. És az, hogy nem érti a szülő. Tehát a gyerekbe ez úgy fogalmazódik meg, hogy anyám, apám nem ért. Ők engem nem értenek, nem ismernek. Igen. Ugyanakkor meg ez a kettőség, neki is eszembe jutnak most egy pár ilyen történet. Az egyik ilyen, nagyon arra, hogy pont ebben a korszakban, ebben az izegő korszakban levő lánykával beszélgettem, és akkor ő, ahogy így beszélgettünk, fogalmazott ott meg benne az, hogy ez a hagyjál békén engem, ne szólj már hozzám, és következőben miért nem szólsz hozzám. És a szüleivel szemben is ez a dühöngés, hogy bevágja az ajtót, vagy hagyják őt békén, de miért nem nyitják rá a szülei az ajtót, hogy mi van már vele. És akkor ez egyszer ez a gyerek is, meg nem is, akarom is, meg nem is, és ő maga is szenved ettől az egész állapottól. Maga se tudja, hogy mit akar, csak vágyik valamire, tehát ez, amikor ugye megsértődve elvonul, leginkább arra vágyni, hogy utána menjünk és tutuljgassuk, de úgy, ahogy neki megfelel. Na most ezt megtalálni. Bennem az merült most még így föl kérdésként, ha erről beszélgetünk, hogy megint ez a digitális világ, hogy az a nehézség, hogy ebben még kevésbé tud a szülő utána nézni a gyerekének. Hogy mondjuk mit mutat meg például magából. Mert hogy mi megint csak így a saját nemzelékemre gondolva, azért még óvatosabbak vagyunk, vagy legalábbis bízok benne, hogy van egyfajta digitális óvatosság bennünk, hogy mit mutatok meg magamon, milyen képeket teszek föl, hogyan mutatom meg az életemet, mennyire engedem, hogy belelásson bárki az életembe, de hogy ők, akik már ebbe születtek bele, hogy gyakorlatilag mobiltelefonnal a kezükkel jönnek ki az édesanyjukból most már lassan, mert ugye az ofisok is már mobiltelefonoznak, tehát szerintem már lehet, hogy már bölcsibe is mobiltelefonok vannak lassan. Mert hogy ő neki ez a saját életterének a természetes része az, hogy benne él ebben a világban, hogy, és ott van kitéve egyfajta veszélynek, hogy mit mutat meg magából azoknak, akik mondjuk látják, vagy nem látják, kell-e látni, vagy nem kell-e látni azt, ami ő benne zajlik. Egy kicsit hagy utoljak vissza arra, amit Zsuzsi mondott, hogy a szülő bármit mond, az ugye nem jó. Ezzel szemben, amit a haverok mondanak, vagy az osztálytársak mondanak, az jóvá válik. Ez is lehet szülői szemmel időnként szinte félelmetes. Persze. Hát igen, mert megkérdőjelez engem, mint szülőt, aki ugye neveltem, értéket adtam, példát mutattam, szerettem, neveltem, gondoskodtam, töröttem, és mégis és rendelkezem a tapasztalatokkal. És hogyne, és hát ismerem a gyerekemet. És megkérdőjelez, mert hogy a barátok véleményére sokkal inkább ad, vagy akár a barátok és egy ilyen csoport, egy korcsoport akár el is viheti teljesen negatív irányba, mert azért ugye az, hogy teljesen megkérdőjelez engem, mint szülőt, mert oké, kérdőjelezem meg bizonyos dolgokban, de az, hogy globálisan megkérdőjelez, azért az már egy másik kérdést vet fel, hogy vajon miért alakult ez így, hogy ennyire nem fogad el. Van egy másik része is a dolognak. Tudja ő, hogyha a szülő valamilyen dologról elmondja a véleményét, hogy az úgy rendben van, mert hiszen az értékrendje ennek a gyereknek azért többnyire kialakult már ekkorra. De azért se hagyom, hogy neki legyen igaza.
Érted? Igen, ez is benne van. És akkor benne van az is, hogy nem fogom neki elmondani, mert ne tudjon róla, és a többi, és a többi. Tehát, hogy én le tudjak válni a szülőről, az nagyon fontos, hogy az én akaratom érvényesüljön, hogy én szerezzek tapasztalatot, hogy én hadd döntsem el, hogy most bemegyek, vagy kijövök, vagy lemegyek, vagy fölmegyek. Tehát érted? Hogy az én szerepe fog megint óriásihoz emelkedni, nagyon-nagyon komoly szerephez jut, és ennek a feldolgozási folyamata az, hogy gyűjtöm a tapasztalatokat a felnőtt életre. A szülő nem tudja átadni, senki nem tudja átadni. Tehát 20 év tapasztalatát, azt pont 20 év alatt lehet megszerezni. Neked is, nekem is, neki is, mindenkinek. Ezzel nincs mit csinálni. A szülőnek kell elég bölcsnek lenni, hogy én is csináltam érdekes dolgokat. Hát most ő csinálja. Ha képes rá szülő, hogy ezt ugye ismeretben tartott. Igen. De ugye ezzel. Itt már többször felmerült, hogy külső hatások, és hogy esetleg rossz irányba elviszi, társaság, stb. Erre megint azt mondom a szülőnek, hogy baromira késő 15 meg 16 éves korában a gyereknek elkezdeni a nevelési attitűdről gondolkodni, meg beszélgetni. Tehát azt tessék szíves lenni, tudomásul venni, hogy az első pillanatok kezdve, amikor megérkezett a gyerek a családodba, onnantól kezdve te vagy az érték és a mérték, és te adod a példát, és te fogod neki megmutatni az irányokat. A határokat neked kell kijelni, és a többi, és a többi. Na, hogyha jól végezted a dolgodat 15 éves korig, akkor ne fájjon a fejed semmitől se. Hidd el, hogy kipróbálja, megtapasztalja, hogy nem jó neki, és akkor szépen lenyugszik, és visszajön. Ennyi. Igen, de ami még probléma, bocsánat, csak egy gondolat, hogy ugye rengeteg fiú és lány dől fel apa nélkül a válások miatt. És ugye az apátlan nemzedék korszakát éljük sajnos, és itt ez is egy óriási probléma, hogy mondjuk az az apuka, és most itt nem akarom a férfiakat bántani abszolút, de azok az apukák, akik nem tartják szorosan a kapcsolatot a gyerekükkel, akik elváltak, tehát nem csak két hetenként, hanem hétköznap is bármikor adhok felhívhatja a gyerekét, beszélgethet vele, főként egy kamasszal találkozhat is, ott már a láthatás nem olyan szoros, vagy nem annyira szabályozott, mint egyébként egy kisgyereknél, és én azt látom, azokból ítélem most meg, akik hozzám járnak, és azt látom, hogy ez egy fájdalom mind a lányoknak, mind a fiúknak, hogy az apukájuk nem kíváncsi rájuk olyan mértékben, vagy nincs olyan szoros kapcsolattartás, amire ők igényt tartanának. És emiatt például vannak már önértékelési problémák, önszeretési problémák, mert ugye a kamaszkorban az énség, ugye, mint én, ez lesz hatalmas, én vagyok, ugye én akarom, én csinálom, és ha a szülőm, tehát mondjuk az apukám, vagy akár az anyukám, de ugye nagyobb százalékban van az első példa, nem keres, nem igényli, nem kíváncsi rám, nem kérdez, nem tartjuk úgy a kapcsolatot, ahogy én vágynék rá, vagy nem kapok olyan figyelmet tőle, amit én szeretnék, akkor sérülök ebben, mint kamasz. És lehet, hogy kamaszként nem is biztos, hogy akarja ezt a kapcsolattartást, hiszen a szülő lesz neki a nyűg. Persze. Ez is, egyébként ez is ambivalens, nyűg is lehet, de például látok olyan lányokat, akik nagyon szeretnének férfi mintát, férfi energiát kapni az apukájuktól. Rengeteg olyan lányjal találkozom, és fiúkat is, igen. De most itt utoljára például három ilyen lányjal foglalkoztam, akiknek elváltak a szüleik, és látom, hogy bizony a lelkük az sérült. Mert azt éli meg, hogy nem kellek, nem vagyok elég fontos. És ilyenkor jobban sérülhet. Tehát ez az időszak, amikor abszolút sérülékeny tud lenni egy gyerek. Ezért is gondolom azt, hogy akármilyen ügyes volt a szülő, bár hát nyilván semmi, egyik szülő sem tudja tökéletesen nevelni a gyermekét, de mondjuk próbálta tökéletesen nevelni, de a gyerek ilyenkor annyira érzékeny, hogy mégis azon kapja magát a szülő, hogy valaki rossz hatással van rá, mert valaki megtalálta azt az érzékeny pontot, ahol behatolhat az ő lelkébe. Ez pontosan így van. Ilyenkor nincs más dolga a szülőnek, mint az, hogy jelen legyen. És erről biztosítja a gyereket, hogy vagyok. Bármikor, amikor rám. Szükséged van rám. Itt vagyok. Bármikor. 0-24-be. Vagyok. Ennyi. Tehát nekem ez volt egy ilyen nagyon érdekes kérdés, amikor ugye elkezdtek leválni a gyerekek. Nekem is a kamaszkor szépen egyik a másik után mentek, és élték a kis saját életüket. És akkor én mindig azt mondtam nekik, hogy csak annyit kérek, hogy halljam a hangod, mindenre, oké, vagyok, szevasztok, kész. És azt elengedtem. Nem mondom, hogy mindig könnyű volt, és nem mondom, hogy mindig egyszerű volt. Azért belül egy szülőnek a leválás folyamatában nagyon-nagyon komoly munkája van. És ugye, amiről beszéltünk, hogy az egészségesen felnövekvő gyerekről tudjuk azt mondani, hogy biztonságosan túl tudja élni a kamaszkort.
ott, ahol komoly problémák vannak, ott nem úgy érkezik be a kamaszkorba, hogy egészséges volt a személyiség fejlődése. Biztos, az biztos. Hogy az egészségesen fejlődő gyerekben benne van az is, amivel sok szülő küszködik, hogy eddig olyan édes volt, és most teljesen megzakkant, és nem tudok mit kezdeni vele, de hogy akkor fejlődik, és a saját életszakaszának megfelelően viselkedik, csak ahogy az elején is próbáltam mondani, hogy szerintem ez az a korszak, amit kívülről könnyű mondani szülőnek, hogy túl kell élni, de ő belülről nem hiszi el. És megint egy olyan kamasz lány jutott erről eszembe, amikénél azért imádkoztam, hogy túléljük a 15-17 évig tartó életkort, és amikor először megjelent, fekete volt vállalom minden ruha, és először megjelent rózsaszín cipőfűzőben, akkor így boldog örömmel felsóhajtottam, hogy végre van egy szín rajta, tehát túléltünk talán, és azóta teljesen jó, nagyon szépen megtalálta a helyét az életben, nagyon-nagyon klassz kis ember kellett belőle, de hogy azért az a korszak az egy nagyon nehéz korszak volt, és azt hiszem, talán tényleg ez a tehát, hogy itt nem csak a gyereknek kell megtanulni önmagát, hanem a szülőnek is ugyanezt meg kell tanulni önmagát, és mondjuk például megint ez a vegytiszta állapotról beszélek, hogy ideális állapotról, hogy az a szülő, aki jól összeveszik a gyerekével, hogy tud-e utána reflektálni arra, hogy ő tulajdonképpen miért veszett össze a gyerekével, vagy megengedni a gyerekének azt, hogy adott esetben olyan legyen, amilyen, úgy, hogy ő ezt utána a helyére tudja magába tenni. Egy kicsit úgy érzem, mintha azt mondanátok, hogy ebben az időszakban a szülő tényleg semmit nem tud csinálni a jelenléten kívül, és végig kell néznie a gyerek történéseit, akár veszélyes, akár nem veszélyes, pedig a szülő ösztönösen biztos, hogy arra gondol, hogy neki valamerre a jó út felé irányítani kéne ezt a gyereket, attól még, hogy ő kamasz. Hát most ez a kép ugrott be nekem, nem biztos, hogy ő is majd maximum meghazudtoljátok, hogy a tojást is a csibének kell föltörnie belülről. Uh-huh. Ahhoz, hogy ki tudjon bújni. Tehát annak az önmunkájának kellene ahhoz, hogy ki tudjon jönni, és nem a tyúk töri fel a tojást, hogy ki tudjon bújni vele a kis csirke. Ő maximum a fészket biztosítja, és akkor ott van, vagy amikor már kibújt, akkor ott kísérkedik, gondozgatja, de és valami ilyesmi, hogy a bababurokból kitörni, és akkor ő neki kell annak a fájdalmát, nehézségét végig küzdködni ahhoz, hogy az lehessen, aki ő igazán lennie kell. Kellenek a saját élmények, a saját tapasztalatok ahhoz, hogy ő fel tudjon nőni. Ezek elengedhetetlenek. És kell lennie. És igen, és ebben nem kell bölcsnek lenni, hogy ott vagyok, hagyom, engedem, nyilván figyelem, hogy meddig megy, és meddig engedem, tehát közben árgus szemekkel figyelem úgy, hogy ezt ne érezze, mert ismerem ezt, nekem 20 éves a kisebbik lányom, úgyhogy még nem olyan rég volt kamasz. Vele nem volt egyébként nehéz, tehát nem voltak ilyen kihágásai, nem voltak problémák, de mondjuk a lelkét azt ápolgatni kellett. Egy nagyon fontos dolog van, ami eszembe jut. Mindannyian akkor érezzük jó magunkat a világban és a kapcsolati rendszerünkben, ha megértve vagyunk, ha értenek bennünket, ha tudják azt, hogy most mi zajlik bennem. Tehát, hogyha megtanulja az én párom azt, hogyha én most dühös vagyok, akkor én konkrétan úgy működök, 18 másodperc, kiköpködöm a dühömet, és már jön a következő feladat, és megyek tovább, és már rég elfelejtettem. Ha ő benne marad abba, hogy Isten, mi történt, és még egy negyed óráig ezt hámozgatja, akkor baj van. Na most fordítsuk át ezt a kamasz világra. Ha a kamasz valamit jelez a szülő felé, és a szülő nem a megértéssel közelít hozzá, tudom, hogy nehéz neked, értem, hogy most nagyon szenvedsz, látom a killódásodat, de látom a küzdelmedet, és ebből biztos, hogy valami jó lesz. Ugyanúgy odadom neki a hitemet, a bizalmamat, az elismerést, akkor ő azt fogja érezni, hogy engem értékelnek. Nem érdekel, de belül tudja, hogy számíthat, és hogy fontos. Ez nagyon fontos. Na, ha a szülő ilyenkor úgy éli meg, hogy én mindent odottam, ezt érdemlem, az én kenyerem, na, hagyjuk már ezeket a dolgokat, mert ott a szülőnek nem sikerült felnőnie. Tehát egy felnőtt, én tudatú szülő, ő fogja tudni, hogy ezt most miért kapta. Ha pontosan nem tudja, akkor keressen egy mediátort, egy életvezetési tanácsot, akárkit, üljön le vele, beszélgessen, helyre kerül. De ha ő neki az önérzete egyfolytában vibrál, akkor ott nem lesz jó kommunikáció, és nem segít a gyereknek. Tehát harcolnak, és nem értik meg egymást. A műsor végén egy kis kulisszatitok, amikor készültünk a műsorra, és egyeztettük a témát, akkor én írtam, hogy maradjunk a kamaszkorban, mire Gábor atya ráírt, hogy de jó is lenne. És ezt most azért hoztam ide vissza, mert ha netán néz bennünket egy
10-12 éves kamasznak készülő gyerek, nehogy halálra rémüljön, hogy milyen időszak van rá, mert bizony a kamaszkorban is megvan a csoda. Fogunk erről még beszélgetni, de csak egy hét múlva. Köszönöm szépen Fekete Cseri Zsuzsanának, Papcsillának és Tornyai Gábornak. Nagyon izgi beszélgetés volt, ezért is folytatjuk majd, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők legközelebb, egy hét múlva. Viszontlátásra! Viszontlátásra!